Október 2-án adják át a Schwab vendégházat Cegléd-Bercelen. Ez tulajdonképpen a most következő háttér apropója, de nem csak erről lesz szó ebben a stúdió beszélgetésben. És ebben a stúdióban, amelynek vendégei a Cegléd-Berceli Általános Művelődési Központ igazgatója Bogyai Katalin, kezi csokolom. Köszöntöm, én is Sönt Mátyás, és köszöntöm a kedves nézőket. És a Cegléd-Berceli Település Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója Koglerné Hernádi Ágnes, kezi csokolom. Köszöntöm Önt is. Én is köszöntöm, és a nézőket is köszöntöm. Hát ha már úgy vezettem fel, hogy október 2 és Schwab vendégház, akkor kezdjük ezzel. Aztán majd programokról bőven, hiszen lesz miről beszámolni, de talán arról, hogy honnan indult, és hát aztán most már itt gyakorlatilag a végeredmény, mivé forrta ki magát ez a Schwab vendégház. Így van, azt gondolom, hogy ugye az olimpiai éve volt most, mondhatjuk, hogy ez is egy verseny volt, ami október 2-án az első célba érést jelenti, amikor is ténylegesen átadásra kerül majd a Schwab vendégház. Elég hosszú idő, 2020-21-re mehetünk vissza, amikor ugye eltervezte a testület, hogy turisztikai palettára is kerüljön fel Cegléd-Bercel neve, és legyen szálláshely nálunk, és megpályáztunk egy programot, egy gazdasági élénkítő programot a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak a programját, és ezen nyert az önkormányzat támogatást, amelyből létrejött a most átadásra kerülő Schwab vendégház. Ami egy új épület. Egy teljesen új épület. Mit tud ez az épület? Ez az új épület, ez 12 fő befogadására alkalmas, plusz 8 póttárgyal, tehát összesen 20 főt tudunk elszállásolni. 4 házból áll, én azt mondom, hogy nem apartman, hanem ház, hiszen ez a nevük is, Schwab férfi és női neveket kaptak, Nani háza, Reszi háza, Stefán háza és József háza, ahova várjuk majd a hozzánk látogató érkező turistákat, és hát 4 ágyas és 2 ágyas, mondjuk azt, hogy apartmanokról van szó, ahol el tudjuk szállásolni majd a kalandra vágyókat, hiszen azt mondjuk, hogy kalandra fel. Többször többen megkérdezték, hogy milyen látnivaló is van ugye Cegléd-Bercelen. Én azt gondolom, hogy nem csak Cegléd-Bercelen kínálunk majd lehetőséget, hanem a logónkat, aki meglátja, az látja, hogy egy kulcs, és azt gondolom, hogy mi kulcs leszünk az élményekhez. És helyszíne is lesz a Schwab vendégház majd programoknak, és lesznek majd közös programok is a két intézményként, nem, hogy nevezzem? Igazából beszélhetünk intézményként. Reméljük, a turisztika intézménye lesz majd a Schwab vendégház a közeljövőben. Milyen volt tehát a közönség, a berceli közönség hogyan fogadta a Schwab Egyetem vendégháznak az ötletét, létrejöttét, milyen most a visszhang? Én azt gondolom, hogy nagyon jó a visszhang, és azért azt mondhatjuk Ágival, hogy azért egy közösséget is teremtettünk a vendégháznak az épülésével, mivel kértünk segítséget a településen élőktől. A berendezésekhez kaptunk régi Cegléd-Berceliektől Schwab bútorokat, tehát például lent a nappali részben ugye ónémet kanapék lesznek elhelyezve felújított változatban, amit a helyi lakosoktól kaptunk, vagy például a fürdőszobában régi varrógép állványok lesznek a mosdóknak a tartói, ezek is mind felajánlások voltak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy izgalommal és kíváncsisággal várják a településen élők azt, hogy elkészüljön a ház. Ugye október 6-án biztosítunk is majd lehetőséget számukra, tehát eljöhetnek és megnézhetik a délután folyamán, hogy mi lett abból a nagy építkezésből, amit azért egy hosszú folyamat előz meg, amit láthattak, hogy készül az intézmény. Jellemzi is a települést, nem? Ez a felajánlás és az összefogás. Tehát ez... Igen, szerencsére az összefogás az nagyon tényleg, aki tud segít, és sok mindent kaptunk már felajánlásba, ajándékba. Ne azt képzeljük, hogy majd a hagyományos régi kanapé fog visszaköszönni, mert azért van ebbe egy kis újdonság is, egy kis modernitás, hogy ezt újra gondoltuk, ezeket a Schwab kanapékat, új köntöst kapnak, de természetesen a kanapé fölött majd látható lesz egy táblában, egy képen, hogy milyen is volt az eredeti, és kitől is kaptuk, ki is ajándékozta.
Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenben próbálunk egy kicsit a sváb jellegre törekedni, és ami nagy kérés, azt gondolom a község lakói részéről is, hogy többen szeretnének nálunk majd sváb ételeket kóstolni, és hát természetesen az aranyhegyi Riesling is majd felszolgálásra kerül többféle változatban is. Én arra kérem önöket, hogy nézzük a programokat, hiszen azoknak a tárháza szinte végtelen. Vegyük sorban, én javaslom, hogy időrendben, ha lehet. Jó. Most hétvégén van az első igazából olyan jellegű programunk, amiben az vendégház is érintett lesz. Egy szüreti felvonulásunk van szeptember 28-án. Ugye az apropó azért fontos, mert testvértelepülésünk is ellátogat hozzánk, tehát ők is részt fognak venni, és igazából ők lesznek a tesztelői a vendégháznak, tehát ők fogják kipróbálni, hogy mindent úgy csinálták Ágiék, ahogy tökéletes legyen. Csütörtökön érkeznek, és szombaton lesz a felvonulás. Magánál a vendégháznál fognak föllépni a település gyermekei, és Ágiék készülnek egy meglepetéssel a településen élők számára. Nem lőjük le, hát vagy Ági, hogyha lesz szeretné, akkor... Elmondhatjuk végül is, tehát ugye azért a marketing is megy a háttérben, a marketing munka is folyik, és hát a település egy lakója, Szejdli Andrea lánykori nevén, ő illusztrátor, és ő elkészítette nekünk, megrajzolta Franci báránynak a figuráját, de hát úgy gondoltuk, hogy Franci ne legyen csak egyedül, és Franci és Franciska lesz a két kabala bárányunk, aki a svábház, és biztos mindenki tudja, hogy azért a mi kis báránytáncunkhoz kapcsolódóan, tehát ehhez kapcsolódva alakítottuk ki ezt a figurát, és lett a Francinak egy dala is. Felkértünk egy együttest, akik írtak egy úgymond községdalát, vagy turisztikai dalt, amit Franci személyesen fog elénekelni ott a szüreti felvonuláson. Hát egy hatalmas nagy embernagyságú jelmezben, és táncosokkal együtt, és reméljük, hogy már a község lakói is majd énekelnek velük, és táncolnak velük ezen az ünnepen. Nem biztos vagyok benne, hogy ez így lesz további programok. Tehát október 12-én egy közösségi rendezvényre várjuk a településünkön élőket, Bercelkékben, amit szintén közösen valósítunk meg Ágiékkal. Igazából mindenkinek kékben kell érkezni, ugye ezt mindenki tudja, aki Cegléd-Bercelen átmegy, hogy azért nekünk egy meghatározó színünk a kék, tehát benne van a címerünkben, a közintézményeinken megjelenik, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy teremtünk egy közösségi rendezvényt, amit szeretnénk majd, hogyha évről évre újra szervezhetnénk, és ebben a Bercelkékben lesz a következő programunk, és hát a jövőben ugye készülünk egy Krúdi Gábli irodalmi früstükkel is majd, aminek még a dátumát most pontosan nem tudjuk, mert szervezés alatt van, de az is a közeljövőben fog megvalósulni. Ezek tulajdonképpen akkor az úgynevezett közös programok? Ezek a közös programok, így van pontosan. Lesz egy közösségépítés, ahogy Kata mondta, szeretnénk, hogyha igazi sváb zenére egy beszélgetős vacsora estet, zenés estet tudnánk kínálni mindig különböző évszakokban a falu lakosainak, és hát a Gábel früstököt azt pedig azt gondolom, hogy nem is tudom, mert talán 10 éve valósítottuk meg Cegléden, először, és a gasztronómiai partnerünk azóta is nagyon várja, hogy ő szeretne még egyszer ezen a rendezvényen főzni, mert ez nem csak a résztvevőknek, hanem a komponálóknak, az ízek komponistáinak is nagy élmény volt, úgyhogy az időpontot még nem tudjuk, mert többen jelentkeztek úgy, hogy ők nagy csapattal szeretnének részt venni, és ezt most még szeretnénk, hogy mindenkinek ki tudjuk elégíteni az igényét, és az időpontot olyan időpontban meghatározni, ami megfelelő lesz majd. Beszéljünk még a Magyar Népesen napjáról például, vagy. Hát azt mondom, hogy szeptember 6 és október 6 közötti időszak az Országos Könyvtári Napok, ez gyakorlatilag közismert, program bőven, író-olvasó találkozók, és a többi, és a többi, és akkor átadom a szót. Köszönöm. Hát ugye a Magyar Népmese napja, ugye a Cegléd-Berceli Általános Művelődési Központ az két intézményt fog össze, ugye a Cegléd-Berceli Művelődési Ház és Könyvtárat, valamint a Napsugár tagóvodáját és Alma bölcsödét, és ezt évről évre közösen szervezzük az óvodában a magyar munkacsoporttal. Azért különleges ez a Magyar Népmese napja nálunk, mert hogy a településünk közszereplői olvasnak föl magyar népmeséket a gyerekek, polgármester úr szokta
elkezdeni, tehát ő szokta fölkapcsolni a meselámpát, és ő nyitja meg a rendezvényt, és utána a jegyzőtől a gyerekorvoson át, tehát mindenki megjelenik a palettán minden évben, és ők mesélnek a gyerekeknek. Aztán utána következő napon az ovisokat várjuk, nekik is mesével készülünk, egy mesebőröndös előadást fognak kapni a gyerekek, amit hetek óta varogatunk és készítünk a kolléganőmmel. Aztán ugye jön az idősek napja, után Ellázár Ildikó fog hozzánk érkezni a fiatalokhoz egy kicsit motivációs tréninggel, hetedikeseknek fog mesélni arról és beszélni arról, hogy mindannyian értékesek vagyunk, és mindannyiunkban van valami, ami értékessé tesz minket. Aztán pénteken eredeti felállásban úgy volt, hogy nálunk a művelődési házban fogunk egy gyilkosságot elkövetni, de úgy döntöttünk, hogy átkerül ez a program. Ez a gyilkosság az asztalfőn. Igen, ez is a gyilkosság az asztalfőn. Igen. A gyilkosság az asztalfőn. Nem kell ezt szó szerint érteni. Nem kell szó szerint érteni, ez egy nyomozós vacsorás játék. Valami bűntény következik be, ez úgy néz ki, hogy az Ágiéknál fog megtörténni a Schwab vendégháznak az étkezőjében. Tehát ez egy közös program. Igen, ez egy étkezős, igen, ez is egy közös programunk, és ki kell deríteni a vacsora végére különböző trükkös feladatoknak a segítségével, hogy ki volt a gyilkos. Természetesen egy borlapon meg fogják kapni a lehetőségeket a résztvevők, hogy kik közül kell kiválasztaniuk a gyilkos, de nagyon izgalmas. Nagyon szeretik a faluban a nyomozós játékokat, szoktunk sétát csinálni, van szabaduló szobánk is évről évre, és hát gondoltuk, hogy idén egy kis csavart is rakunk bele, hogy egy jó vacsorát is el lehet tölteni. Tulajdonképpen minden programot érintettünk már? Kijelenthetjük? Még a szombati nap van, ugye szombaton Nagy Németh Ágnest fogjuk várni író-olvasó találkozóra délelőtt 10 órára a kicsiknek, ő a Medvengyel Mackó sorozatot írja, és utána délután pedig dr. Karádi Anna fog a felnőtt olvasóinkhoz érkezni szintén egy író-olvasó találkozóra. Hát akkor nagy vonalakban ennyi, igen, rengeteg a program. Igen, igen. Aki ezen részt szeretne venni, jelentkezni, van-e még hely, regisztráció? Egyedül az idősek napjára nem tudnak már, a többi programunkra mind regisztrációhoz szoktuk kötni, tehát örülünk neki, hogyha látjuk azt, hogy kik azok, akik szeretnének a programon részt venni, ez az intézménynek a közösségi oldalán, ha fölveszik velünk a kapcsolatot, akkor nagyon szívesen regisztrálunk bárkit a programjainkra. És akkor a keretes szerkezethez ragaszkodva most már mondhatom így, akkor, hogyha már a Schwab vendégházzal kezdjük, akkor zárjuk azzal. Milyen reményeket táplál? Mivé futhatja, forhatja ki magát ez a Schwab vendégház? Most indul még? Igen, most indulunk. Ahogy mondtam, szeretnénk, hogyha felkerülne a turisztika térképére Ceglédberccel. Azt gondolom, hogy tényleg egy... Szerintem már ott van. Igen, mondhatjuk azt, hogy ott van, de hogy tudják azt, hogy igen, várjuk őket szálláshelyel, és nem csak szálláshelyel. Tehát azt gondolom, hogy mi nem különböző helyi élményelemekre gondoltunk, tehát nem szauna, jacuzzi és egyéb itt lévő eszközökkel próbáljuk ott tartani a vendégeket, hanem inkább szeretnénk nekik programokat szervezni. Családokat szívesen egész heti programmal el tudunk látni élményekkel, ugye a nagykörös reptár, csúszdapark és gokartpálya és minden. Gondolkodunk céges rendezvényekbe is, tehát csapatépítés, vagy bármilyen céges vacsora, egyebek, tehát azért most nekünk már jön a Mikulás, a karácsony, esetleg, hogyha valaki mégis el szeretne jönni Ceglédberccelre, és az egész családdal itt tölteni az ünnepeket, erre is lehetősége lesz, és hát készülünk már egy fergeteges szilveszteri partival, aminek a helyszíne természetesen a művelődési ház lesz, mert nekünk csak egy kisebb étkezdénk van, ami 20 fő befogadására alkalmas, de ott ugye 100 fő is tudja majd ropni együtt a táncos triónak a zenéjére a szilveszterkor a báli forgatagba, aki szeretné, aki pedig azt mondja, hogy ő máskor látogat el hozzánk, őket pedig várjuk horgász élményekkel, lovas élményekkel. Gondolkoztunk ezen, hogy lovagoljuk körbe a
Dél-Pest megyei térséget. Nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak, bor, gasztronómiai túrákat fogunk szervezni, kerékpártúrák természetesen, hiszen azért nagyon sokan kerekezünk, és várjuk majd januárban első alkalom, amikor tényleg várjuk a turistákat, az a Schwab séta lesz, ez már harmadszor, vagy talán negyedszerre fog megtörténni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nálunk tényleg élményekre fognak lelni, és mindenkit próbálunk, minden korosztályt, vadászat, halászat, azt gondolom, hogy minden a térségben fellelhető élményelemmel fogunk mi, azt mondom, gazdagítani azt, aki ide érkezik, és tényleg kulcs leszünk az élményekhez. És most cáfolom magam, mert akkor nem a Schwab vendégházzal zárjuk. Még egy záró kérdés, itt szóba került már a szilveszter. Mennyire gondolkoznak előre már? Mik a távlatibb célok, feladatok? Hát igazából a szilveszter az nagyjából körvonalazódik, és igazából mi is szeretnénk az intézmény úgy felkészülni, hogyha valaki hozzánk ellátogat Szeglédbercre és Ágieknál megszáll, akkor mindig tudjunk nekik programot biztosítani. Tehát terve van jelenleg, hogy december 6-a környékén a gyerekeknek egy ilyen meseút jellegű sétát fogunk átadni a településen, ami a különböző nevezetes pontokon fognak megjelenni, apró mesékkel, feladatokkal. Tehát én azt gondolom, hogy a művelődési ház nagyon jó házasságot fog kötni a Schwab vendégházzal. Ugye mi nagyon régóta ismerjük is egymást, nagyon jó barátságban vagyunk, és kollégák is voltunk nem egyszer már az életben, úgyhogy rengeteg új dologgal készülünk, és azt gondolom, hogy ez a település kulturális életében is egy nagyon nagy változást fog hozni, hogy ez a vendégház elkészül és átadásra kerül. És meg lesz az örök hűség. Igen. Bogyai Katalin, Koglenné Hernádi Ágnes. Köszönöm szépen, hogy mi is köszönjük szépen. Köszönjük szépen.